Sziasztok! Köszöntök mindenkit a csatornámon! Ez ma már a 6. karantréning edzésünk lesz. Örülök, hogy az eddigi edzéseimet is ilyen sokan megcsináltátok. Ma sem lesz semmilyen eszközös szükségünk, csak egy polifomra. 3 blokkot fogunk megcsinálni, minden blokkban 4 gyakorlat lesz, és ezt 2 körben fogjuk ismételni. Tartsatok velem, jó mozgást mindenkinek! Az elején kezdjük egy kis bemelegítéssel. Ugorás, törzsfordítással az első gyakorlatunk. Figyelj oda, hogy guggolásnál a térded ne előzze meg a lábfejedet. Próbáld meg hátrafele tolni a csípődet, popsidat, mintha egy székre leülnél. Ahogy felálltál, feszíts rá a farizomra, billensd a medencédet. Törzsfordításnál pedig fújd ki a levegőt. Próbáld meg tarkóra tenni a kezedet, húzd hátra a könyöködet közben. Már most dolgozzon a hátizom. Na, még 4 darabot. Fordul. 3, fordul, 2, fordul, és az utolsó. Oké, következő lábrendítés, előre-hátra. Találd meg az egyensúlyt. Ezt úgy tudod a legkönnyebben megtalálni, hogyha kinézel magad előtt egy pontot, és csak oda koncentrálsz. Na, még 4-et, 3, 2, 1, jó, mehet, körzés kifelé, 3, 4, 5, 6, 7, és az utolsó, 8, oké, másik láb. Na, még 5, 4, 3, 2, és mehet a körzés, térkörzés kifele. Második, 4, 5, 6, 7, és az utolsó. Oké, következő kitörés hátra, és törzshajlítás oldalra. Mindig a hátulévő lábban azonos karral nyújtózkodj meg. Előlévő láb irányába. Most jó, bonyolultan magyaráztam el. De értitek, hogy mire gondolok szerintem. Nem kell még nagyon leengedni a térdeket. Még csak bemelegítünk. Negyedik. Törzshajításnál fújt ki a levegőt. 5. 6, na és az utolsó, szuper, oké, gyertek állásba, előre mászunk, fekvő támasz helyzeten keresztül, óvatosan engedd le a csípődet, figyelj arra, hogy feszítsd meg a farizmodat, és gyere vissza állásba, nyújtózkodj meg. Óvatosan picit dönts hátra a törzsedet. Második. És föl. Harmadik. Föl. Óvatosan engedd be a derekadat. Csak ameddig nem fáj. Az a kulcs, meg kell feszíteni a fenekedet. Billensd a medencét itt is, figyelj rá! Azaz! És vissza! Na, még 2! És az utolsó! Egy picit pihenj meg, tedd le a térded.
próbáld meg a füledet eltávolítani a vállaktól. Told bele magadat a talajba. Jó, gyere föl! Egy kicsit lógj meg itt is, engedd el magad. Lógasd a fejedet. És szép lassan csigolyáról, csigolyára gördülj fel. Oké, mehetünk előről. Rugolás jön törzsfordítással. Karkúra tartás. Párhuzamos lábfejek. Körülbelül csípőszéles terpesz. És gyerünk. Kugol, ráfeszít. És fordul. Második, ráfeszít, fújt ki a levegőt. Három. Négy. Öt. Hat. Hét. Nyolc. Kilenc. Tíz. Na még négy darabot. Húzd hátra a könyöködet. Kettő. És az utolsó. Oké, mehet. Láblendítés előre és hátra. Négy. Öt. Hat. Hét. Nyolc. Kilenc. Utolsó. Jó, jöhet a körzés. Nyolc darabot. Második. Három. Négy. Tartó lábad, farizmát feszítsd el. Jó, másik oldal. Itt is figyelj arra, hogy húzd hátra a vállakat. Figyelj a tartásra. Na, még kettő. Jó, jöhet a térdkezés kifelé. Utolsó. Szuper. Kitörés hátra, törzshajlítással oldalra. Előlévő láb irányába hajlunk. Második. Érezd, hogy nyúlik az oldalad. Nyújtózkodj meg, fül mellett a kar. Na, még kettőt. És az utolsó. Oké, és előre hajlás. Mász előre fekvő támasz helyzetig. Feszítsd meg a hasodat, farizmodat. Szép lassan engedd le. Lélegezz bele. És onnan vissza. Felgördülsz. És nyújtózkodj. Második. És nyújj. Figyelj a folyamatos, egyenletes légzésre. Három. Egy nagyon picit gyorsítom a tempót. Az sem baj, ha lemaradsz. Mindenki a saját egyéni tempójában végez a gyakorlatokat. Sokan szoktátok kérdezni, hogy melyik edzéseket ajánlom kezdőknek, hogy melyik edzéseimmel kezdjétek. Ilyenkor mindig azt mondom, hogy mindegyik edzésemet úgy építem fel, vagy úgy rakom össze, hogy lehessen egyszerűsített verziót csinálni mindegyik gyakorlatban. És ezt sokszor hangsúlyozom is, hogy figyelj oda, hogy nem kell túlhajtani magadat. Minden gyakorlatnak van egyszerűsített változata,
illetve azzal tudsz még könnyíteni, hogyha kevesebb ismétlés számot csinálsz, lassabban végzed a gyakorlatokat, illetve többet pihensz. Na, még egyet csináljunk. Gyere előre, maradj lent egy kicsit, nyújtsd meg, tedd le a térded. Lélegezz bele, told le a vállakat, távolítsd el a fülettől. Jó, érd ide vissza. Oké, bemelegítéssel meg is vagyunk, jöhet az első blokkunk. Az első gyakorlatunk egy guggolás helyzetből lesz, ezt oldalra mutatom inkább nektek. Lépjetek hátra, ellentétes karral érintsétek meg a cipőtök orrát, és vissza guggolás. Másik, és vissza. Emeld fel a karodat oldalsó középtartásba, és fordulj el a törzsedre. Harmadik, 4, 5, gyere minél mélyebbre. 6, 7, 8, 9, 10, na még 10 darabot. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, szuper! Következő gyakorlatunk oldalra guggolás. Nagyon fontos, hogy ugyan attól függetlenül oldalra lépünk, a popsit ugyanúgy hátrafele kell tolni. Hátrafele, térdem előzi meg a lábfejet. Mintha leülnél egy székre, csak most egy lábbal teszed ezt. És onnan vissza, jó? Térdhúzással. Na, kezdjük. Guggol, először lassítsuk. Föl, húz a tér. Nyújtott lábnál feszít a farizom, pipál a láb. Pillanat elejéig megtart, és onnan vissza, és húz. Harmadik, föl, 4, feszít a fenék, 5, feszít, 6, feszít, 7, feszít, 8, feszít, 9, feszít. 10. Jó, másik oldal. Először állítsd be az első guggolásnál a helyes kivitelezést. Térd nem előzi meg a lábfejet, popsit hátra toljuk. Beleguggolunk. És tol. Húzz a láb, megtart szintén. Támaszlábon nagyon-nagyon-nagyon feszítsd a popsit. És vissza a második. Föl. 3. Föl, 4, föl, tolt hátra a fenekedet, 5, 6, lehet, hogy egy-két gyakorlat esetén már tényleg túlmagyarázom a kivitelezést, de inkább sokkal többet mondom, hogy hogy kell helyesen végezni, mint sem, hogy az legyen, hogy valaki rosszul csinálja, esetleg megfájdul valamilyen. Na, még kettő. Föl. És az utolsó. Föl. Jó. Gyertek fekvő támasz helyzetbe. Hegymászás. Hegymászó gyakorlat. A következő folyamatos térdhúzás lesz. Tehát nem cserélünk, hanem mindig egyik térdünk a levegőben van. Ezt 30 másodpercig fogjuk csinálni. Helyezkedj el. 3, 2, egy, és gyerünk! Próbálj meg minél följebb húzni mellkashoz a térdedet. Figyelj a tartásra, egyenes a hát. Csukló a vállalat, helyezkedjen el. És mindenkinek mehet egyéni ütemében. Próbálj meg minél arra törekedni, minél többet csinálj. Mehet tovább, nézem az időt. 5, 4, 3, 2, 1, és elég. Jó, egy kicsit nyújtózkodj meg.
gyertek vissza állásba. Jön a negyedik gyakorlatunk. Oldalra szökkenéssel. Guggolásból felugrás. Másik irány. És föl. Folyamatosan gyere. 3, 2, 1. És mehet. Szökken. Föl. Második. Föl. Harmadik. Föl. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Na még 10. 9. 8. 7. 6. 5. Föl. Minél magasabbra 4. 3. 2. És az utolsó. Jó. Pihenő. Rázd le a lábadat. Nyújtsd meg egy picit. Húzd be a sarkadat a fenekedhez. Próbáld meg viszonyogtatni a légzésemet. Nyugtasd le. Mélyeket be. Orron keresztül. Szádon keresztül fújt ki. Jó, terpeszállásba hajolj előre. Jobbra-balra mozgatod a csípőt. Oké, igyatok egy kortyot. Le is lett az egy perc pihenünk, jöhet a második kör. 3, 2, 1, és gyere! Gyere le minél jobban! Na még egy ráadás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, és ez a tartsó. Jó. Oldalra bukonás. 10 jobb, 10 bal. Olivava felébredt. 1, és 20. 2, föl. 4, föl, 5, föl, 6, föl, 7, 20, feszít a fenék, 8, ráfeszít, na még 2, és az utolsó, másik oldal, told hátra a fenekedet, feszít, 2, feszít, 3, föl, 4, 5, 6, 7, 8, na még 2. Jó. Gyere le fekvő támaszba. Egy mászó, 30 másodperc. 5, 4, 3, 2, 1, és gyerek. Minél följebb a térdet, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Nézem az időt, ha csinál tovább. 10 másodperc, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és kész.
mivel a negyedik gyakorlatunk oldalra szökkenés kugolásból felugrással. Szia! Valaki felébredt. 3, 2, 1, és gyerünk! Minél jobban, minél messzebbre próbálj meg elugrani. És aztán minél magasabbra. 3. Gugolj bele, legugolj és onnan ugrik. Na még 10-et. Föl. 7, 6, 5, 4, 5, 3, 2. Szuper. Ez jó volt. 1 perc pihenő. Kis helyben kocs. Jó. Nyújtsd meg a combodat. Másik láb. Oké, tedd előre. Feszítsd vissza a lábfejedet. Egyenes a hát. Fel a fej. Jó, csere, másik láb. Nyugodtan támaszkodj rá, hagyított láb. Oké. Meg is vagyunk az első blokkal. Így adok egy kocsit, aztán folytatjuk a másodikkal. A második blokkhoz szükségünk lesz polifónra is, úgyhogy azt hozzátok ide magatokhoz. Az első gyakorlatunk szétdelésből fog indulni. Fellépünk gugolásba, ugrás és vissza. Ebből lesz 20 darab váltott lábbal. Föl. És vissza. Másik láb. Hopp. Harmadik. Próbálj meg minél magasabbra ugorni. Negyedik. Ötödik. Akinek ez nehéz lenne, az csinálja simán, ugrás nélkül. Hatodik. Hetedik. És akinek fáj a térde, és nem nagyon tud letérdelni, az pedig csináljon csak ugolásból felugrást. Nyolc. 9. Szia! 10. Érkezik egy kis csigusz. 11. 12. 13. Szia! 14. Gyerünk, gyerünk, gyerünk föl! Gyerünk! Na már csak 2. Föl! És az utolsó. 20. Nem ugrok föl. És vissza. Szuper! A csapat feldobja az edzést. Szia! Kicsit nyújtsd meg a combodat. Oké, helyezkedj le a talajra. Hátsó fekvő támasz helyzet. Szia! Tempezz zárnyitás lesz, úgyhogy vég a levegőben van a csípő. Nyit, nyit,
Zár, ez volt az első. Második. Próbáld meg minél följebb emelni a csípődet. 4. Szóval feszítsd meg a farizmodat. 6. 7. 8. Kész fejek, előre nézzek is ki az ujjaidat. 13. 13. 14. 15. 16. Na már csak 2, gyerünk! És az utolsó. Oké. Nagyon picit hajolj előre. Ráznak a karokat. És állásba fel. Harmadik gyakorlatunk. Merebb lábos felhúzás. Egy lábbal. Lassan megmutatom a gyakorlatot. Nem nyújtva van a térdünk, attól függetlenül egy merebb lábos felhúzásnak hívják. Ennyien hajlítani kell a térdet. Picikét. Törekedj arra, csípőt tolod hátra. És mint egy mérleg. Ahogy megy elő hátra a lábad, emelkedik, úgy engeded le a törzsedet. Ellentétes karral próbálj meg lenyúlni a cipődhöz közelíts. Ha ez megvan, pipál a lábfej, feszít a farizom, onnan húzzuk a térdet és ugorjatok föl. Ez volt az első. Nagyon lassan kell végezni. Lefele lassan, fölfele gyorsan, robbanékonyan. Lassú, nyúlik a hajlító. És föl, feszít a farizom. Jaj, túlbeszéltem, elveszettem az egyensúlyomat. Negyedik. Föl, könnyítés. Ötödik. Csak húz a tér, ugrás nélkül. Hatodik. Föl. Hét. Föl. Aki szeretne, nyugodtan le is teheti a lábát ilyenkor. És onnan indíts mindig az ujja. Hét. Föl. 8. Föl. Na, még 2. Húzz a tér. Ez az. Jöhet a másik oldal. Az elsőt csináljuk nagyon lassan. Hátul lévő lábat nem kell teljesen nyújtani, ahogy jól esik. Lehet hajlítva és egy picit. Megvan az egyensúly. Húzz a térd és ugrik. 1. 2. 3. 4. 5. Feszít a farizom. Gyerünk. 6. Használd a karokat, ellentétes karra segíts. Fölfelé. 7. 8. 9. Jó magasra, utolsó. 10. Szuper. Gyertek le a talajra. Hasizom erősítő gyakorlat lesz a negyedik. Talpúra tartás. Egy inverse haspréssel indítunk. Azt jelenti, hogy a térdedet hozod a homlokodhoz, billent a medence, majd egyik lábat nyújtod, és talaj fölött megtartod. Aztán megint húz, és jön a másik láb. Ebből van 20 darab. 3. Fújt ki a levegőt. 4. Figyelj arra, hogy a derekadat végig tarts lent a talajon. Nem szabad megemelkedni, attól megfájdulhat. 5. Csak addig engedd le a nyújtott lábat, amíg lent tudod tartani a derekadat. Ha ez itt van, akkor itt van, nem baj. De csinálj szabályosan. 6. Megérzik, hogy 7. 8. Próbáld meg kontrolláltan húzni, nem lendületből. 9. 10. Könyöködet húz szét. 11. Tekintet a plafonon. 12. Fújod a levegőt, húzd be a köldöködet. 13. 14. Lent tart a derék. 15. Aktiváld a kórizmokat. 16.
17, 18, 19, és az utolsó. Jó, nyújtózkodj meg egy perc, pihenő. Nagyon ügyesek vagytok. Most vagyunk a felénél. Jaj. Ilyen a kulacsomat. Na, még egy kicsit pihenő, és akkor indul a következő kör. Ugye térdelésből kugolás, és onnan kugolásból felugrás lesz az első feladat. Készüljetek! 20 darabot, jó? 3, 2, 1, és gyerünk! Föl, föl, ugrik! És vissza! Föl! Harmadik! 4, 5, próbáld meg váltott lábbal csinálni, 6, szia, te sikítozó, 7, ez az új, amikor boldog, akkor sikítozik, 8, 9, ne borítsd ki, 10, 11, 12, gyerünk, 13, próbálj meg magasra ugrani, használd a farizmot, feszít, föl, 16, ugrik, és vissza, 17, 18, gyerünk, már csak 2, föl, és az utolsó, szuper, jaj, de jó ügyesek vagytok, nyújtsd meg egy picit a feszítőt, másik oldal, kocok, hozd vissza. Hogy fog belőle inni? Jöhet a következő feladat. Hátsó fekvő támasz. 3, 2, 1. Emel a csípő és másik lábbal indítsuk. Nyit, nyit, zer, zer. Második. Halihó. Harmadik. Minél följebb a csípő feszít a fenék. 7, 8, 9, emeld a csípőt, akinek ez sok, az csak tartsa, gyere csak vissza, Ori, ugye nem a kamerához mész, na, gyerünk, gyerünk, 15, 16, még nem adom egy 17, na még 2, és az utolsó, azaz. Oké, jöhet a harmadik gyakorlat. Merev lábas felhúzás egy lábbal. Mérleként a felülön, lehajol, emel a láb, feszít a farizom, pipál a láb, enyhén hajt az előlévő tér, és húz, 1, 2, 3, 4, 5, lassan le, és gyorsan föl, 6,
7, ugye? Nyugodtan könnyítsetek. 8, hogyha kihagyjátok az ugrást, akkor picit könnyebb a gyakorlat. 9. Talán ez egyensúly. 10. Másik le. Ahogy fáradunk, annál nehezebb ugye megtalálni, hogy megtartani az egyensúlyunkat. Tehát ez is pontosan a feladat, hogy közben ez nehezíti a dolgokat. Ezért szeretem ezt a gyakorlatot. Ez extra koncentrációt igényel. Hopp! 3. 4. 5. 6. Érezted, nyúlik hátul a combod? 7. 8. Na még 2. Szuper! Jön a hasizom. Gyertek le a talajra. Parkúra tartás. 3, 2, tord le a derekad, pillanj be medencét, húzd be a földöket a gerinc irányába, és gyerünk, billet. 1, és nyújt, fújt a levegő. Hatodik. 7, tart lent a derekadat. 8, 9, 10, na még 10. Kontrolláltan engedd le a lábadat, nem emelkedik meg a derék. És kontrolláltan próbáld meg billenteni a csípődet. Hasizomból húzd fel a térdedet. Ne lendületből. Húzd szét a könyöködet. Tizennyolcadik, gyerünk! Azaz! Ha még kettő... És az utolsó! Nagyon ügyesek vagytok! Egy perc pihenő! Nyújtózkodj meg! Magas tartásba akar a fő mellé! Szép lassan üljetek fel. Igyatok egy kortyot. Jaj. Jön a harmadik blokkunk. Picit elfordítom a szőnyeget. Oldalról hársukok. Első feladatunk, fekvőtámaszból lenyitjuk magunkat plank helyzetbe. Visszatoljuk. És kétszer felugrunk jobbra és balra. Ez egy. Jöjjt a második. Lent, lent, föl, föl, ugrik, tart a csípő, ugrik. És megtart. Ha ez nagyon sok, jöhet a harmadik közben, akkor tedd a térdedet, és úgy csináld meg a támlázást. Tehát nyújtsd vissza, és ugyanúgy mehet az ugrás. Negyedik. Ha ez is sok, akkor csak tartsd meg. Visszatolod, és amúgy fel is lehet lépni egy lábbal is, bátran. Tehát nyugodtan formáljátok ötödik magatokra a gyakorlatokat. Hatodik, hetedik. Föl, gyerünk!
8. Ugrik! Ugrik! Váltott kézzel engedjétek meg magatokat. Már csak 2 darab van. És az utolsó. Ne essen be a cipő, tart a has. Jó. Azaz, ügyesek vagytok. Hicipicit nyújtsd meg a karodat. Mellkasodat keresztben. Jó. Következő feladatunk cipőemelés lesz. Úgyhogy helyezkedjétek el hanyat fekvésbe. Tartál most a talajon. Nyújtsd a jobb lábadat. Emel a csípő. Támasz lábad, sarkán helyezkedj el. Húzz a térd. És visszaenged. Második. Nyújt. 3. Nyújt. 4. Nyújt. 5. Nyújt. 6. Nyújt. 7. 15 darab lesz. 8. 9. 10, na még 5, 4, 3, tolt fel a csípőt minél magasabbra, 2, pipál alá, 1, nyújt, oké, másik oldal, sarkod legyen lenn, emel, nyújt. Négy. Olivier beszélget. 6. 7. 8. 9. 10. Na még 5 darab a gyerünk. 1. 2. 3. 4. És az ötödik. Jó, húzod a mindkét térdet egy kicsit a mellkasodhoz. Jó, fordulj át. Jön egy kis hátizom. 4 kézláb. Nyújtsd ki a jobb karodat és a bal lábadat. Emeld föl, kimeli a kart. Pipálj a láb, enyhén forgass kifelé a lábfejedet. Nem kell túl magasra emelni, mert akkor már ki fog fordulni a csípőt. Csípőcsontok lefelé néznek tala irányába. Inkább kisebbre emel. Viszont feszítsd a fenekedet. Szép lassan húzd össze, érintd össze a könyöködet a térdeddel, fújd ki a levegőt, húzd be a hasodat, köldöködet gerinc irányába. És nyújt, feszít a fenék. Második. Feszít. Harmadik. Feszít. Na még 2. És az utolsó. Jó, pici emelés, 10 darab, csak föl, 1, 2, feszít a fenék, 3. Tartsd meg 10 másodpercig. Ez az, másik oldal. 10 darab csukódással kezdünk. Vedd fel a helyzetet. Csípőcsontok ne forogjanak ki. Lefelé néz. Nyújt a láb, nyújt a kar. Pipa. És gyerünk. Fújt ki levegőt. És nyújt. Négy. 5. 6. 7. Na még 2.
Csak fölemeljük. Tízszer. Piciket. Egy. Kettő. Figyelj arra, ne homolíts a hátaddal. Ez nem az. Tartanod kell fixen és csak a láb és a karm mozog. Tart! 10! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kész! Nyújtsd meg a karod! Jön az utolsó feladatunk, ami egy kis fekvőtámasz lesz. Az eddigiek, mivel általában ugye széles fekvőtámaszt csináltunk, most viszont szűken a törzs mellett menjen mindkét könyök. Próbáld meg odaszorítani a tested mellé, lent vannak a térdek. Jobb lábadat nyújtsd hátra. Ugyanez a helyzet, mint az előbb is. Pipál a láb, nyújt a tér. És ahogy engeded le a kart, emeled hozzá a lábadat. Feszít a farizom, nagyon fontos. És nyújt. Szép lassan. Kettő. És nyújt. Három. Nyújt. Négy. Nyújt. Ha soknak érzed, akkor maradjon lent a másik láb is. És próbáld meg úgy. Öt. És nyújt. Ha sok, akkor lép közelebb. Ezzel tudod könnyíteni gyakorlatot, hogyha közelebb lépsz a térdekkel. Hatodik közben csináljátok tovább. Gyerünk. Hét. Vissza. Már csak három darab. Nyolc. Kilenc. És az utolsó. Tíz. Jó. Kicsit rázd meg. Jön a másik láb. Tíz. Vissza. 9, vissza, 8, szorosan a könnyek a törzs mellett, 7, puszítsd meg a földet, 6, és vissza, 5, vissza, gyerünk, 4, gondolj el utolsó falat, utána jön egy perc pihenő, 3, 2, és az utolsó, 1, és oké. Nagyon jó kis triceps erősítés, és egyben törzs és farizom is. Egy perc pihenő, nézek egy órát, nyújtsd meg. Rázd le egy kicsit. Figyel egy kortyot is, jön az utolsó kör. Táblázással kezdjünk, két felugrással, visszafordítom a szőnyeget ehhez. Szerintem kezdjük is, gyertek, helyezkedjetek el fekvőtámaszba. Ugye könnyítés, ha lent van a térd és úgysem a gyakorlatot, illetve ha kihagyod az ugrást. Na gyerünk, leenged, feszít a has, visszatol és ugrik. Gyere minden följebb, ugorj! Második! Föl! Föl! Harmadik! Hagyd bele mindent! Négy! Föl! Föl! Öt! Föl! Föl! Hat! Föl! Föl! Hét! Na már csak kettő! 8, 9, és az utolsó, 1, jó, rázzátok le a karotokat, egy kis triceps nyújtás, farizom erősítés, gyertek le fekvésbe, hátatokra, nyújt a jobb láb,
sarkodon a testsúly. Emel egy, és visszanyújt. Kettő, nyújt. Három, nyújt. Négy, öt, hat, hét, szia Oli, nyolc, kilenc, szia, tíz, na még öt darabot, kukucs, négy, szia, három, mit csinálsz kis csibész, kettő, és az utolsó, jó, csere másik láb, egy, és nyújt, kettő, három, négy, öt, kuk, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, na még öt darabot, egy. Na ez teljesen tipikus, mindig így edzek itthon, hogy ő rám mászik, és azt élvezi, hogy fel tud kapaszkodni. Na még három, kettő, köszi szépen, hogy még nehezíted, lefelé tolsz, és az utolsó. Jó, húzod a mindkét kérded a mellkasodhoz, nyújtsd meg egy picit a combokat. Hello, mit szeretnél? Te figyelj, én most itt edzek. Nem baj? Te is edzesz? Oké, kicsit nyújtsd ki. Jöhet a következő feladat. Hátizom erősítés, helyezkedjen. Négy kézláb. Térd elő támasz helyzetébe. Nyújt a jobb kar. Olivier óvatosan. És a bal láb. Emel. Feszít a fenék. Pipál a láb, kifelé fordít. Na, húz. És nyújt. Második. Nyújt. Három. Nyújt. Fújt ki levegőt. És feszít. Öt. Feszít. Hat. Feszít. Hét. Feszít. Nyújt. Na már csak kettő. Jó, picikét föl, egy, nem kell magasra emelni, kettő, csípőcsontok lefelé nézzenek, ne forduljon ki. Hat, nyolc, kilenc, ne hovonítsd bele derékkal, tartsd meg, csak a kalics a lábmozog, tart, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, és cserek. Másik oldal, sosem szabad túlemelni, mert akkor a derekadat bele fogod homorítani. Billensd a medencére, feszít a fenék, és gyerünk, fújt ki a levegőt. Egy, és ráfeszít. Kettő. Kifelé fordít a lábfej. Három. Nyolc. Na már csak kettő. És 10 pici föl, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és 10. Jön a fekvő támasz és kész is vagyunk, gyerünk! Jobb lábad nyújtsd hátra. Gyerünk. 8 darab lesz csak. Lent. Nyújt. 2. 3. 4. 2. És az utolsó. Csere másik láb. Jön a harmadik, gyerünk. Négy.
6, 7, utolsó. Oké, ügyesek vagytok. Nyújtás. Üljetek le törökülésbe, vagy bármilyen olyan ülőpózba, ami a legkényelmesebb nektek. Hajtsd előre a fejed. Azonos oldali lapockádat próbáld megfogni. Oké, rázd le másikkal. Törzs előtt nyújtsd ki. Nyújtott kar irányába hajtsd el a fejed. Tord le a válladat, távolítsd el a fülettől. Másik kar. Test mögött kulcsold össze a karodat, húzd meg fölfelé, tord ki a mellkast, húzd hátra a vállakat. Oké, hajolj előre a lábodra. Hagyd szétcsúszni a karokat, nyújtózkodj meg előre. Húzd fel a lábadat, tedd rá a térdedre, emeld fel a fenekedet a talajról, próbáld meg közelíteni a mellkasodat a sípcsontodhoz. Egyenes a hát. Ezzel nyújtjuk meg a farizmokat. Oké, csere! Terpeszülésbe helyezkedjen. Egy kicsit hajoljon oldalra, amennyire jól esik. Fő mellett a kar, nyújtózkodj, meg érezd, hogy nyúlik az oldalad. Jó, fordulj rá a lábadra. Próbáld megérinteni a homlokoddal a térdedet. Gyere el középre. Oké, másik láb. Hajolj rá. Szia! Ide jössz hozzám. Fordulj ki oldalra. Ahogy jól esik, jó, ezt nyugodtan fejebb, akár ülésben is. Fenn a törzs, úgyis jó. Szia! Oké, és feküdj le az oldalatra, nyújtsuk meg a feszítőket. Húzod a sarkodat a fenekedhez. Szia, szia. Mindjárt most már készülök, és játszunk egy nagyon óvatosan. Most mibe kapaszkodsz? Jaj, Oli. Oli. Másik oldal mehet nektek. Feküdj le az oldaladra. Húzod a sarkodat a fenekedhez. Picikém. Egy perc is készen vagyok, jó? Addig még csücsú ide mellé. Oksa? Még egy picit húzod a... Meguntod a tornát? Jó, abban semmi baj. Feküdj le a hátadra, nyújtózkodj meg, nyújtsd meg még a hasodat. Kezekkel fölfelé nyújtózkodj, lábakkal lefelé. Figyelj a légzésre, próbálj minél mélyebbeket lélegezni. Orron keresztül szívd be a levegőt. Szádon keresztül fújd ki. Na, még egy nagy belégzés. Orron keresztül beszív, bent tart,
És fújt ki a levegőt. Szép lassan ülj fel. Jó! Rázd le a karokat és a lábokat. Azt hiszem, hátköszönök tőletek, nagyon örülök, hogy velem tartottatok. Egészségetekre, ügyesek vagytok. Írjátok meg kommentben nekem, hogy milyen edzéseket csinálnátok velem szívesen a jövőben. Akár legyen ez hosszú edzés, rövidebb, teljes test, felső, alsó, zsírégető, core, nyújtás, bármi, amit szeretnétek. És találkozunk egy következő edzés videóban. Sziasztok!